megbeszélésemből is, hogy a reportok... Harmadik alkalommal szervezik meg városunkban a történelmi kavalkádot, melynek fontos eleme a különböző korok más-más eseményeit megjelenítő élőképes krónika. Egy hagyományos idegenvezetés kapcsán jutott eszembe ez az ötlet, látván, hogy nem igazán köti le a mai fiatalokat egy hagyományos idegenvezetés, és úgy gondoltam, hogy sokkal érdekesebb lenne, hogyha valamilyen látványosabb program elem lenne benne, és így jutott eszembe a képes krónika, amely Fehérvár történetét, legendáját és helyszíneit örökíti meg. A varázslatos időutazás sokak tetszését elnyerte, többen voltak olyanok, akik már évek óta részt vesznek a játékos interaktív idegenvezetésen. Mi székesfehérváriak vagyunk, idén már harmadszor nézzük végig ezt a programot, mert a gyerekeim nagyon ragaszkodtak hozzá. Kb. 2 hete emlegették, hogy apa, milyen jó volt tavaly, és ha lesz idén, menjünk el újra. Az élőképes krónika mellett harcászati bemutató, felvonulás és koncertek várják 4 hétvégén át az érdeklődőket. Emellett színházi előadás is lesz. A Fekete Sas Patika Múzeum a legkisebbek kedvéért például Csodapatikává változik, a felnőttek számára pedig 4. Béla király elevenedik meg a főtéren. Az 1 hónapon át tartó programsorozat az önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.